sokan vagyunk, így különböző szintű diploma átadó ünnepségeket szervezünk. Két nappal ezelőtt a BSC képzésben résztvevő hallgatók kaphatták meg az oklevelőket, most pedig a felsőfokú szakképzésben résztvevők. És amennyiben a kijevi minisztérium pozitív döntést hoz holnap az akkreditációs csomag kapcsán, ami eddig abszolút pozitív volt, hisz minden látogatóbizottsági vélemény a honlapon megfelelőnek mondotta, már csak a minisztérium utolsó áldása kell rá, akkor július folyamán még matematika, történelem, ukrán, magyar szakos és biológia szakos MSC, azaz mesterfokozatú oklevel átadásra is sor fog kerülni. Remélem, ez is megtörténik, és remélem, hogy nem leszünk politikai kampány céljára kitűzött intézmény, hiszen szakmailag teljesítettük az elvárásokat, az internetre feltett honlapokon olvasható záró értékelése minden látogatóbizottságnak erről szól. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan végeztek. Persze mindig van az örömben egy kicsi üröm, például a szakképző intézeteknél a minisztérium egy olyan érthetetlen határozatot hozott, hogy aki ukrán érettségén nem ért el a nyelvtanból a megfelelő pontszámot, az nem kaphat szakmai oklevelet, mint hogyha egy leendő szakképzősnek ez lenne a legnagyobb kritériuma. Ettől abszurdabb a helyzet abban az esetben, hogy a mindössze 12 ilyen diákunk van, de az is sok, hogyha egy ember életről van szó, meg karrierjéről, hogy teljesítették azt a szintet, amivel felvételizhetnek a főiskolára. Tehát szeptembertől számíthatunk rájuk az első évfolyamra. Viszont a szakmai oklevelet, azt a tanúsítványt, hogy ők könyvelők lehetnek, vagy alkalmazott matematikusok, rendszergazdák, nem tudom pontosan, hogy még szakról nem sikerült, azt nem adhatjuk ki, mert ugye ahhoz a minisztériumnak a száma kell. Így a főiskolai tanács olyan határozatot hozott, hogy mi nem zárjuk őket ki, engedtük, hogy a szakmai vizsgáikat is letegyék, és egy akadémiai tanulmányi kivonatot fogunk átadni mindannyiuknak. Várjuk őket szeptembertől a megfelelő szakirányú képzésekre, ahova benyújtják a papírjaikat, és abban reménykedünk, hogy ezt a logikátlan is egy matematikus számára érthetetlen helyzetet a minisztérium előbb belátja és feloldja majd, és nekik is kiadhatjuk az immár állami sorozatszámmal ellátott oklevelet is.